Április 16-án hosszantartó betegség után elhunyt a Ferencváros Tornaklub örökös bajnoka Ambrus Tamás. Ambrus Tamás 1964. június 27-én született Budapesten. A családi hagyományoknak megfelelően 11 évesen vízilabdázni kezdett. 16 évesen debütált az élvonalban, édesapja Ambrus Miklós olimpiai bajnok után ő is kapusposzton szerepelt. Pályafutása első 20 évében a Ferencvárosban védett, összesen 306 mérkőzésen játszott csapatunkban. Az FTC-vel 1988-ban és 1990-ben bajnokságot nyert, 61-szer hívták be a válogatottba, a nemzeti csapattal részt vett az 1986-os madridi világbajnokságon és az 1985-ös szófiai Európa-bajnokságon. 1990-ben külföldre szerződött, az RM Florencia játékosa volt. 93-tól a BVSC-ben folytatta karrierjét, ahol két bajnoki címet nyert. Aktív pályafutását követően 1998-ban és 99-ben a BVSC másodedzőjeként bajnokságot nyert a csapattal. 2000-től 4 éven keresztül dolgozott edzőként Firenzében, majd hazatért és 6 évig dolgozott a PVSK-nál vezetőedzőként. 2010-ben visszatért nevelőegyesületébe, ahol 3 évig volt az FTC vezetőedzője, majd haláláig a klub vízilabda szakosztályának vezetője volt. Ambrus Tamásnak nagy szerepe volt abban, hogy Gerendás György visszatérjen a Fradiba. Sajnos egy újabb sikerkorszaknak már nem lehetett a részese, hiszen 2014-ben agyi limfómát diagnosztizáltak nála. Hosszantartó betegséget követően április 16-án hunyt el. Emlékét örökké megőrizzük.